Tisztelettel köszöntöm a mai sajtótájékoztató résztvevőit, melynek az apropója a Mezőhegyesi Ménes Birtok ZRT föld pályázatainak az első körös eredmény hirdetése. Én tudom, hogy ez egy régi dolog, de azért gondolom, hogy kell most ezzel foglalkozni, mert a 2014-es országgyűlési választásoknak az egyik sarkalatos pontja volt ez itt Délbékésben a kampány során, hogy mi lesz a Mezőhegyesi Ménes birtokkal. És hát nyilvánvalóan persze nem is biztos, hogy a Ménes birtok a legfontosabb, hanem egyáltalán mi lesz a várossal. Mert az teljesen világos volt, hogy a Ménes birtok és a Mezőhegyes város egy olyan egészséges szimbiózisba élt, lehet azt mondani, hogy mostanáig, ami azt gondolom, hogy példanélküli. Nem akarok én visszamenni a történelembe, mert de mindannyian tudjuk, hogy ez egy több mint 230 éves történet, a Ménes birtok története, meg magának a településnek is a története. És érdekes módon ez még a szocializmusban is így működött. Tehát még amikor állami tulajdonú volt, igazi állami tulajdonú volt a Ménes birtok, akkor is Mezőhegyes város és maga a birtok egy nagyon egészséges kapcsolata volt. És ezt a kapcsolatot rúgta fel gyakorlatilag, hát nem most, hanem nyilvánvalóan 2013-ban, amikor elindultak a pályázatok, tehát a pályázati kiírás, és eldöntötte a Fidesz kormány, hogy azt a mint egy 8000 hektáros egybefüggő birtokot, ami idáig is állami tulajdon volt, tehát a Nemzeti Földalap kezelte ezeket a földeket. Tudjuk, hogy a Ménes birtoknak 2016 végéig erre földhaszonbérleti szerződése volt, de már akkor bejelentették, hogy ezt nem akarja az állam tovább vinni ilyen módon, hanem egy másfajta logikával. Ugye itt arról volt szó, hogy elsősorban állattartó telepek, elsősorban majd kisgazdaságok és egyéb dolgokat lehetett hallani, majd hogy ilyen módon kell hasznosítani a földet. És már akkor föl lett hívva a figyelme a politikai döntéshozóknak, és ebben nagyon komoly viták voltak az országgyűlési kampány során, hogy egy dolog, hogy mi van a gazdasággal. Ugye a gazdaságban nyilván nagyon sok változás van, hát ott minden változás azért hozhat új eredményeket is, de itt azért a település gondjaival mérehatóbban kell foglalkozni, hiszen ez a, ahogy kezdtem a sajtótájékoztatót, ez az egészséges szimbiózis, ez gyakorlatilag a településen élők életét is meghatározta. Nem volt jellemző a földtulajdon Mezőhegyesen, magának az egész kapcsolatrendszernek, a Ménes birtoknak és a városnak egy nagyon egészséges kapcsolatrendszere volt, azon kívül, hogy az egyik legnagyobb foglalkoztató, az egyik legnagyobb adófizető, de nyilvánvalóan az egész civil szférának a háttere maga a birtok volt. És ebbe a rendszerbe lépett be gyakorlatilag azzal, hogy a Fidesz kormány úgy döntött, hogy a lejáró pályázatok után egy más rendszert választ, ráadásul hozott egy olyan döntést, amivel a birtokot kizárta a pályáztatási rendszerből. És ami érthetetlen, én azt gondolom, hogy én nagyon várom annak a bírósági döntésnek a végét, hisz azért tudjuk, hogy a Ménes birtok megtámadta magát az egész kiírási rendszert, de ez még nem jutott el abba a szakaszba, hisz a birtokot zárták ki, de ha látjuk az elsőkörös eredményeket, gazdálkodó szervezetek is nyertek földhaszonbérletet. Tehát nem arról volt szó, hogy hoznak egy olyan generális szabályt, hogy akkor gazdálkodó szervezet nem pályázhat, hanem csak egyéni gazdálkodók pályázhatnak, mert akkor talán valamilyen módon lehetett volna magyarázni, hogy kizárják a birtokot a pályáztatásból, de hát ez nem így történt, ahogy az eredményeket lehet az NFA honlapján látni. Tehát egyértelmű volt a szándék, hogy a birtokot valamiért, valamilyen oknál fogva
el kell venni tőlük a földterületet, és át kell alakítani az egész struktúrát. Aki lát, én most nem akarok nyilvánvalóan azzal foglalkozni, hogy kik nyertek, vannak benne mezőhegyesiek, benne vannak benne nem mezőhegyesiek is. Ki fog derülni, hogy ez a pályáztatási rendszer az elkövetkezendő időszakban hogyan fog, tehát már a tulajdonosok, akik megnyerték, egyáltalán birtokba tudnak-e kerülni, hisz azért van egy per itt a folyamatban. És hát nyilvánvalóan, gondolom másnak is, de nekem az az információm, hogy azért a birtokvezetői próbálják azokkal a tulajdonos jelöltekkel fölvenni a kapcsolatot és továbbvinni azt a struktúrát, hogy ez egyáltalán ez lehetséges-e vagy nem, ezt ma még ezt nem lehet látni. Az biztos, hogy a birtok komoly gazdasági nehézségekkel küszködik, egyrészt azért, mert ha emlékeznek, még volt egy Budai Gyula általi feljelentés, ami aztán végül hát visszadobta maga az ügyészség is, és egyáltalán vizsgálati szakaszba sem jutott el, és ez nagyon komoly károkat okozott a birtoknak, hisz azért a bankok egyrészt visszafogták a mezőgazdasági hitelezést, és minden olyan dologra nagyon érzékenyek, amire az ilyen ezzel kapcsolatos ügyekről is. Nyilvánvalóan maga a feljelentés, de maga a földalappal kapcsolatos döntések is befolyásolták azt, hogy nagyon komoly problémával küszködik küszködött a birtok, és ezért a hírek szerint úgy tudott kimenekülni ebből, hogy eladta a vetőmagüzemét, tehát magát a vetőmagüzemét eladta egy francia cégnek, aki most ugyan birtokba került, és hát az is várja, hogy mi lesz a sorsa magának, az egész struktúrának. Képes-e tovább működni az a vetőmag, hát Európa is világhírű vetőmagot előállítani struktúra, ami mezőhegyesen hosszú ideig működött, és nagyon sok embernek adott munkát. Ugye akkor is nem egy munkásgyűlés volt, ahol hát birtok vezetői is, és mások is elmondták, hogy egyrészt hát nagyon komoly foglalkoztató, mint egy, ha jól emlékszem, olyan 600 állandó munkaerője van a birtoknak, legalábbis volt abban az időben, és amikor megy ez az idénymunka, akkor még további embereket tudnak foglalkoztatni, nagyon komoly pénzért, még ilyen nettó 100 ezer forintos havi bérek is elhangzottak, ami azért én azt gondolom, hogy elég tisztességes dolog a mezőgazdasági oldalról. Tehát, és ha én visszaemlékszek a kampányban, akkor az én politikai ellenfelem az ugyan sosem tagadta, hogy neki az volt a célja, hogy, és azzal egyet is értett, hogy a birtokot a földbérleti szerződését nem kell meghosszabbítani, és pályázatot kell kiírni, és majd a gazdák jelentkezzenek ezekre, és majd kialakul egy új struktúra. De hát akkor is többen fölhívtuk a figyelmet, nem csak én, hanem mások is, akik ebbe a kampányba részt vettek, hogy ez rendben van, de az azért látszik, hogy az a rendszer, amit idáig fölépítettek, és ami működtette a térséget, és működtette a várost, az veszélybe fog kerülni. És ez úgy tűnik, hogy be is fog következni, hisz maga a polgármester is, és a testület is foglalkozott ezzel a kérdéssel, és hát igazából nem látják a végét ennek a dolognak. Legakuttabb most probléma nyilván az ivóvízellátás kérdése, ahol ugye a birtok nem tudom, meddig fog szolgáltatni, nem tudom pontosan, hogy bejelentette a szolgáltatásnak a végső határidejét, de nyilvánvalóan ez helyes, hogy foglalkozik vele a város, hisz valamilyen megoldást nyilvánvalóan erre a dologra találni kell. De továbbra is kérdéses, hogy azokkal a ma még állami tulajdonban lévő területekkel, amely szükséges ahhoz, hogy például ezekben a majorokban élő emberek mindennapjaikat normálisan tudják megélni, azok mikor lesznek lerendezve. Ez egy elég bonyolult dolog, hosszú ideig senki nem foglalkozott ezzel, mert úgy voltak vele, hogy amíg a birtok van, addig ez így jól van,
De ma már ugye teljesen világosan látszik, hogy ugyan azok a lakások, amelyekben ezek az emberek laknak, az ő tulajdonukban van, meg a földterület is, amin éppen a maga az a lakás van, és a társasházak átalakultak, ahol mondjuk több lakás van egy ilyen majorban, ez ilyenben van, de kilép az utcáról, vagyis a lakásából, kilép a kapun, az ajtón, hát gyakorlatilag azonnal közterületre lép, és ez a közterület ma egy része magántulajdonba kerül, egy része a ménesbirtoké, vagyis az államé, de még a ménesbirtok a kezelője. Tehát itt egy nagy csomó olyan probléma van, amelyet egyrészt maga a város is és a birtok is jelzett időben az állami földkezelőnek, és ezt teljesen jogosan kifogásolja a mindkét fél, a város is és a birtok is, hogy a pályázati kiírás előtt ezt rendbe kellett volna tenni. Én tudom, hogy vannak olyan kérdések, hogy persze ez egy hosszú időszaknak a dolga, ezt szerintem nem is kell tagadni, de amíg ugye az volt a cél, hogy az állam életben akarja tartani, és komolyan akarja, hogy ez a birtok továbbra is, ne 230 évig, hanem még további évekig tudjon működni, addig ez a kérdés nem volt annyira napirenden. Mert a birtok nyilvánvalóan jó gazdája volt a területnek, még egyszer mondom, nagyon jó kapcsolatot is, egy normális kapcsolati rendszer volt a várossal. Ez nyilván azért vált ma élessé, mert egy teljesen új struktúrát akar behozni a Nemzeti Földalapkezelő ebbe a rendszerbe, ezért kellett volna ezzel a dologgal foglalkozni. Én azt gondolom, hogy a politikának, mivel a dolog a birtok tekintetében eldőlt, és ezt most már majd csak a bírósági úton lehet nyilvánvalóan helyrehozni, hisz azért most egy 3500 hektárnak az eredménye megszületett, ugye van a következő ütem, ami már kiírásra került, ez valamikor majd hoz egy újabb eredményt, ezzel a ménes birtoknak a területének a 80%-a gyakorlatilag elkerül a ménesbirtoktól, és az állam más tulajdonosoknak a kezébe adja. Tehát itt majd a gazdaság valamit ki fog találni, hogy hogyan tud ez az egész dolog működni. Én azt gondolom, hogy a politikának elsősorban ma már a várossal, az emberek ügyével kell foglalkozni, hogy hogyan fog tudni a város ezzel a nagyon komoly teherrel megbirkózni. És hát ebben én azt gondolom, hogy elsősorban azoknak a politikusoknak kellene példát mutatni, akik ezt a helyzetet előidézték. Tehát itt a kormánypárti politikusoknak, nyilván elsősorban Simonka György országgyűlési képviselőnek a feladata és a felelőssége az, hogy olyan helyzetet teremtsen, amelyben a város ezzel a nagyon nehéz helyzettel meg tud birkózni. Mert ha ez nem kap kormányzati segítséget, akkor teljesen nyilvánvalóan borítékolható, hogy Mezőhegyes nem fog tudni ezzel a problémával megbirkózni. Hisz minden centralizálva van a pályázati forrásoktól kezdve, az önkormányzatoktól gyakorlatilag az elmúlt években az összes olyan bevételt, amiből bármit meg tudtak volna oldani helyben, azt központosították. Tehát én azt gondolom, hogy ebben most a város tényleg tehetetlen ilyen tekintetben, hisz az alapfokú óvodáztatástól és a szociális problémákon kívül minden dolog elkerült egy településtől, csak a probléma maradt ott, tehát fontos, hogy segítsen a politika. És hát én csak azt tudom mondani, hogy az országgyűlési képviselő, nem akarom reklámozni a Facebook oldalát, mert nem akarom, de ott mindig az van kiposztolva, hogy nem beszélni kell, hanem cselekedni. Nem dumálni, hanem cselekedni kell, ha jól emlékszem, valamilyen ilyen dolog van a Facebook oldalára írva. Hát most én kíváncsi leszek, és nem csak én, hanem a mezőhegyesiek is,
kíváncsiak, várják azt, hogy képes-e cselekedni az országgyűlési képviselő, és képes-e segítséget nyújtani ennek a problémának a megoldásához, már csak azért is, mert ennek problémának az előidézésére nagyon sokat tett azért, hogy ez a dolog így történjen. És hát én nagyon sajnálom, és nyilvánvalóan az, hogy magam sem, de az MSZP országos mezőgazdasági politikája sem ért azzal egyet, hogy azokat az értékeket, amelyeket hosszú ideig meg lehetett őrizni, azt most kidobjuk a fürdővízzel, kiöntsük a gyermeket, hogy ez így alakult. Nem tudom, hogy lehet ezen majd változtatni. Én nem akarok ebben nyilvánvalóan ígérgetni, hisz azért egy nagy csomó olyan szerződés van, amit lehet, hogy nem lehet visszacsinálni. De hát én azért még bízok a magyar bíróságukban is abban a tekintetben, hogy azt a pert, amelyet a Ménes birtok elindított, azt végig lehet vinni, és ott azért születik valamilyen olyan méltányos dolog, amely ezt a helyzetet képes rendezni, de hát nagyon közel van 2016 vége, és ugye akkor lejárnak a földbérleti szerződések, és az új tulajdonosok ilyen tekintetben birtokba kerülhetnek. Hogy aztán nekik ez egy öröm lesz a birtokba kerülés, az egy más kérdés, azt majd 2016 végén megtudjuk. És nyilván azt is meg fogjuk tudni, hogy a közbenső időben sikerül-e hát magát ezeket egyrészt a vetőmagjet, és akkor én még nem is beszéltem az állattenyésztésről, nem akarom idehozni a Cemexnek, annak a cégnek, aki ugye a géntechnológiával foglalkozik Mezőhegyesen, és itt van a világörökségi pályázat a Mezőhegyesnek, tehát ezer olyan dolog van, ami ezzel a döntéssel függőbe került, és hát ez az elkövetkezendő időszakban nyilvánvalóan majd terítékre fog kerülni. Minden esetre, mivel a kampány során én nagyon sokat kaptam mezőhegyesiektől, nagyon sok ember keresett meg problémájával. Egy ellenzéki politikus minden eszközével figyelemmel fogom kísérni a városnak a sorsát és azokat az ügyeket, és még nem lehet tudni, hogy a megyei önkormányzatnak milyen szerepe lesz ebbe az elkövetkezendő fejlesztési ügyekbe, de mint megyei képviselő is figyelemmel fogom kísérni. Habár ez csak egy olyan zárójel, nem nagyon látok én ebbe, mert amilyen híreket hallottam, az a négy országgyűlési képviselő, aki most úgy gondolja, hogy ő a császár ebben a dologban, az a megyei keretnek a háromszorosát elígérte már a saját településeinek. Tehát itt olyan ígéretek hangzanak el, akár Mezőhegyesen, Batonyán, Mezőkovácsházán, Orosházán, úgy csak az én körzetemet említsem, de tudom azt is, hogy a Szarvasi körzetben, a Békési körzetben, Szeghalmon, Északon milyen ígéretek hangzottak el, hogy hát itt az urak, én azt gondolom, hogy olyan ígérethalmazt tettek a településeknek, amelyet nem fognak tudni teljesíteni, mert egyszerűen nincs annyi pénz. Tehát én nem értem, hogy miért kell rögtön azzal kezdeni, de hát ez legyen az ő problémájuk, de azt gondolom, hogy én minden olyan dologban, ahol Mezőhegyes neve előkerül és szerepel ezekben a pályázatokban, ezerrel fogom segíteni, hisz látszik, hogy most ők nagyon nagy handicappel, nagyon nagy hátránnyal fognak indulni az elkövetkezendő időszakban, és ha rövid időn belül nem lehet segítséget nyújtani számukra, akkor a probléma még nehezebben lesz kezelhető, hisz azért ez egy ékszerdoboz volt az elmúlt időszakban. Nagyon sokat büszkélkedtünk vele, mindenki, minden megyei ember, országos ember, és ez most gyakorlatilag hát nagyon gyorsan semmivé lehet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.